Üdvözlök mindenkit nagy szeretettel. Már nagyon régi adósságom, hogy bemutassam nektek, hogy milyen szempontok szerint kell és lehet összeállítani egy alapfaragó késkészletet. Tehát miket kell figyelembe venni. Az egyik szempont, hogy mekkora annak a marka, aki használni fogja őket. Ebből van egész nagy, van kicsi ügyes, és van közepes. Tehát ez egy nagyon fontos szempont. A következő legfontosabb szempont, hogy mire fogjuk használni a szerszámot. Gyakorlatilag ez az alapkés 45 fokos hegyes, és ha gyorsacélból veszük, akkor nagyon-nagyon vékony, 1 mm vékony az anyag. Ez azért fontos, mert minél vékonyabb, annál könnyebben suhan a fában. Most nem rajzoltam elő semmit, így kotta nélkül fogok faragni. Tehát az alapkés az nagyon alkalmas a vonalak faragására. Tehát ez volt az egyenes vonal. Ha nem nyomtam először elég mélyen, akkor nem jött ki a forgács. Akkor ugyanez a kés arra is jó, hogy ilyen szabadkézi, íves vonalat vágok vele. Ha egyenes vonalat vágok, akkor a kést megdöntöm, lefektetem. Mert ha benne van a fában egy ekkora szakasz, akkor sokkal jobban fogja követni a vonalat. Ha íves vonalakat vágok, akkor kiemelem, hogy csak a hegye legyen benne, és akkor sokkal könnyebben fog kanyarodni. Tehát alapkés. Ha csak egyetlen kést akarok venni, akkor ez mindenek felett. Az íves vonalak faragását nagyon megkönnyíti ez a görbekés. Ez egy olyan karvaj orrú, ugyancsak gyorsacél vékony, nagy nyíllel. Ez könnyebben kanyarodik. Meg kell szokni. Tehát a görbek és mindenféle íves vonal. Tehát ez is egy íves vonal. Ez a szilva mag. Ezt is ezzel a legkönnyebb faragni. A következő, amit ajánlok, az a kétkezes kés. Ha ez le van szorítva, igazán ezzel tudok. Meg is mutatom. Ha le tudom szorítani az anyagot, ezzel tudok hatékonyan. Akár szélesebb vonalakat is. Ez az előre döntött kés, ezt leggyakrabban az amerikai faragóknál látjuk. A csipkefaragás legkedveltebb szerszáma, mert egy picit előre dől, nem kell így felemeljem a kezem. Tehát a ferdevágásokat, ezeket a kis háromszögeket ezzel a késsel lehet a legkönnyebben. Akkor van a hátra döntött kés, ez picit ugye hegyesebb a többinél, ez is a, nagyon sokan szeretik, akik megszokták, ez is a
az íves vonalak faragását könnyíti meg. Leteszem. Tehát. Nagyon könnyen kanyarodik. Könnyen beférek, ha kicsi szobrokat faragok, akkor egy szemnél, egy fülnél ezzel könnyen beférek. Hegyesebb. Nagy sikere van ennek az intarzia késnek. Van egész vékony nyéllel, hogy lehet úgy fogni, mint a tollat. Könnyű vele vágni az intarziát, de ha nagyon vékony hajszálat akarok valahol érzékeltetni, akkor igazán vékony, szép vonalakot ezzel lehet faragni. Írókésnek is mondják. Van a hüvelykés. A hüvelykés azért, mert a hüvelykujjamat ide be tudom tenni. Ha nagyon finom, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom dolgokat akarok, akkor ugye közel van a késhegye az ujjamhoz képest az anyaghoz, könnyen tudom forgatni, és ami fontos, ennek a hegye a legtompább, ennek a hegye törik le a legnehezebben, tehát ez a legkevésbé kényes kés. A kemény fákba, a vonalakhoz, a keményebb fáknál, sokan szeretik, használják. Van a hosszú hegyes kés. Ezt a pásztorbot faragásnál, és ahol hónaljakból be kell nyúljak, nagyon ki kell tisztítani, ki kell szedni, ez nagyon-nagyon alkalmas. Arra kell vigyázni, hogy ez nagyon hegyes, tehát ennek a hegye nagyon kényes, könnyen törik. Ne, egyik kés sem használjuk úgy, hogy feszegetünk, forgatjuk, abszolút nem szabad ezzel feszegetni, mind üvegkemény az anyag. És akkor itt van ez a két pásztorbot faragókés, ezen tudnám bemutatni, amikor magamtól elfaragok, meg kell egy fát szépen tisztítani, ezt használom, vagy van ennek egy még markánsabb, még masszívabb párja, tehát gyakorlatilag vannak még ezen kívül kések, elég sok, de ez az a készlet, amivel mindent ki lehet faragni. Ha csak egyet akarok, akkor ez. Ha kettőt akarok, ez is így jön a fontossági sorrendbe raktam le őket. Az a kérésem, hogy segítsetek a munkámban. Minél több emberrel szeretném ezt megismertetni, megszerettetni, és minél több embernek szeretnék örömet okozni, sikerhez juttatni, azáltal, hogy ezeket a szerszámokat kipróbálja, és esetleg megmutatja másnak is. Tehát a videót is osszátok meg, de főleg kicsit bátrabban kommenteljetek, mert alig kapok visszajelzést a munkámról. Köszönöm szépen, folytatjuk!